Szeretettel köszöntök a meghallgatáson. Ha felkészülnek, jöhetnek. Jó napot. Tessék, ilyen. Kezdjük. Felej, Évi! Látod, hogy a szenvedélynek azon a fokán állok, ahol a férfi mindenre képes. Felej! Szeretel azt az embert? Igen. Szeretem! És azt hiszed, hogy majd én félreállok az utatokból, hogy az egész világ rajtam nevesen? Hát nagyon tévedsz! Engedj! Nem engedek! Ha az enyém nem leszel, másé sem lehet! Engedj utána! Segítség meg a segítségért! Köszönöm ebben elé! Köszönöm. A tervételi bizottság határozatáról majd írásbeli értesítést kapnak, rendben? Köszönöm. Mi ez? Na, először lesznek a Nemzeti Színház örökös tagjai, hát akkor talán kérnénk a következőt. Hallgatható kisasszony! Verset is, prózát is. Igen? Hát akkor talán mondj el azt, amiről úgy gondolja, hogy a legjobban megfelel az egyéniségének. Akkor talán a Sasfiókból a vágrámi jelenetet, igen. Tessék, érengedje. Fogadj el engem, vágrám, itt vagyok, fogadj el. Bennem váltságdíj ragyog. Íme a fiú, sípodra visszatér. Kárpótlást ad mennyi fiúért. Emelj a kötfejében, mely itt bolyonget éren. Véres kezeddel, vágrám, emelj föl hófehéren! Így legyen, kívánom, akarom, mert itt a fülemben súgott az éjjű fuvalon, mert üdvöt áld a láz, mi szívemet megszállta, mert a ruhám fehér. Mert a ruhám fehér! Fehér? Fehér! Mint az oltár ostyai a boldogtalan atyám. Van-e még kiátkoz? Csit! Na jól van, köszönöm ebben elég! Ne kínlódjunk! Maga úgy látszik, egészen összetéveszti a világot jelentő deszkákat a világot jelentő festékkel, igaz? A kisasszony azt hiszi, hogy elég, ha felcicamázza vagy kipesti magát, hát nem elég kérem! A színészethez más is kell. Szorgalom, akarat, tudás és még sok minden, ami a kisasszonyból mit hiányzik. Tudja maga, mi az ember ábrázolás? Azt, hogy beleéljük magunkat egy másik ember lelkével, és nem belepestjük. Magából soha nem lesz színésznő! Kérem a következőt! Józsát, Gerberát kérem, vegyenek tőlem!
Miért jött? A jövőmre vagyok kíváncsi. Italt látok. Sok-sok italt. Maga sokat iszik? Sokat kérem, de nem eleget. Maga pálinkás. Az vagyok. Úgy hívnak, pálinkás Berci. Ezt meg honnan tudja? Ide érzem. Mi? A nevem? Azt is. Magának valami nagy bánata van. De ó, kérem, csak lesz. Lesz? Igen, ha nem alkalmaz. Én magát? Hát, ide a bódé elé kikiáltónak. Ezért jött? Hát, mondtam, hogy a jövőmre vagyok kíváncsi. Hát, sajnálom, de kikiáltón már van. Oh. Az más. Akkor jó napot. Na, hát mi lesz 50 pillérem-mel? Milyen 50 pillérem? Hát, ami a gondolatolvasásért jár. Jó, csuda egy gondolatolvasó mora. Már rögtön az elején tudnia kellett volna, hogy nálam egy vas sincs. Na, hogy sikerült? Gratulálhatok? Gratulálhatsz, kidobod. Kicsoda? Geszti! Megszégyenített és megalázott az egész bizottság előtt. Nesze itt a bunda, vidd vissza a szűcsnek! Haj, ne bőg! Igen, és bőgök is, azt csinálok, amit akarok. Te mondtad, hogy fessem ki magam. Te vetetted ki kártyán, hogy pont ma kell oda mennem. Szép kis gondolatolvasó vagy, mondhatom. Igen, és jó gondolatolvasó vagyok. Sőt, azt is tudom, hogy most mire gondolsz. Na, mire? Bosszút akarsz állni rajta. Eltaláltad. De hogyan? Írja a feleségének egy névtelen levelet. Na, nőtlen. Akkor más elmegyünk a premierjére és kifütyüljük. Az drága, olcsóbbat mondj. Nem csak két fütyülő, hanem két jegy is kell. Gyújtsd fel a villáját. Akkor meg engem csuknak le. Jobbat nem tudsz? Nem tudom. Hát ezt én is tudom. Szervusz. Szervusz. My only sunshine, you make me happy when stars are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Most kezdhetem előről az egészet. Megint eldobnám pénzemet. Nem is akartam ellopni, most kezdhetem megint előről. Jaj, 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 csak fél. Várja, ma inkább Koflissal megyek. Igenis. Koflissz! Locska! Ne kiabálj már, te vagy csinál. Hát persze, hogy be vagyok sírva az én horrorámaros premierem után, hát 12-szer cipeltelek ki a vasfüggönyét. Nem engem, én vittelek ki téged. Bácsi, kérem, megjött a taxi. Igen? Én még mondtam, hogy Koflissal megyek. Hoztam azt is, lehet választani. Igen? Hát akkor te is. Nem lehetne inkább a virágot? Miért neked a virág? Eladom a kofanénnek. Igen? Hát akkor... Akkor parancsolj! Köszönöm! Mi? Te odaadtad az én virágomat annak a kölyöknek, amit én kaptam az én premieremre? Pardon! Az én premieremre, az én forralmávaros premieremre! Milyen? Ripacs! Bimasz! Nem megyek veled sehova! Agye, señorita! Finita! Kalénia! Megyek inkább gyalog! Rendőrség! Rendőrség!
Álságos úrsi! Nem, de úgy ez a gyerek nem hallja. Hallna, hogy ne hallanám. Szép ajándék. A premieren tetszett kapni? Igen. Mi? Te, hogy itt találtam a kapu elé. Névjegy vagy, a levél volt mellette? Nem, semmi. Nagyságos úré a gyerek. Hülye. Honnan tetszik tudni, hogy hülye? Hát egy ilyen kisgyerek még nem tud beszélni. Nem a gyerek a hülye, hanem maga. Ja, persze. Most mit csináljuk feled? Menjünk, feküdjünk le, hát én álmos vagyok. Jó, hát akkor vigyünk. Vigyünk le ide. De mi is a miénk, nagyságos úr, hát... Gyere, kisöreg, gyere! Na, tegyük körbe vele. Vajon miért sír Ferenc? Nem sírok, nagyságos úr, csak álmos vagyok. Nem maga, hanem a gyerek. Ja? Biztosan éhes, meg kellene etetni valamit, hát maradt valami a vacsoráról? Hát maradt egy kevés gulyás, de nem sok hús van már benne. Rendben, jó lesz az hozzá. Mert nagyságos úr, hát egy ilyen kisgyerek még nem eszik gulyást. De tejjel táplálkozik. Akkor hozzon neki tejet. Na. Engelemet kérek, én Inasnak szerződtem, nem pedig Dadának. Elketlen fráter, ha mindig menjen aztán, menjen aludjon, én meg majd vigyázok a gyerekre. Várjon, nagyságos úr, várjon csak egy kicsit. Kis hívjál, angyalkám? Megyek már kicsikét. Tessék, nagyságos úr! Minek ez? A éjszaka még szüksége lesz rá. Nagyságos úr, kérem! Nagyságos úr! Nagyságos úr, kérem! Mi bajom? Kecsemő táplálkozni óhajt. Hogy tetszett aludni? Na hát néha azért kicsit felkeltem pihenni. Én remekül aludtam. Meg kell keresni a gyerek anyját. Hát az igaz, de hogyan? Hogyan-hogyan? Telefonálni kell a rendőrségnek. Nagyságos úr, én nem gondolom, hogy aki ezt a gyereket letette a kapu elé, bejelentette, hogy eltűnt. Lelketlen anya lehet, aki egy ilyen kis aranyos kisgyereket csak úgy kitesz az utcán. Nem biztos az, nagyságos úr, nem biztos az. Hát lehet, hogy a csudar körülmények késztették. Lehet. Ja. Ne félj, édes kis angyalkát. Megkerestetem anyukádat is, ha tényleg olyan szegény és szerencsétlen, akkor majd befogadom őt is, mert téged is, jó? Jaj, de édes, jaj! Ja, Ferenc, vigyázzon a gyerekre, kérem, jó? Igen is, nagyságos úr! Számíthat, nem? Köszönöm. Jól fogunk szórakozni. Na, ide figyelj, pajtás! Mutatok neked valamit, de aztán csssss! Na figyelj! Itt ez a pakli kártya. Ezt én így kiszedem. Aprólékosan, takarosan. No. Megkeverem, így mi? Na, húzzál egyet! Ó, már
bármelyiket, na hát nyugodtan. Na jó, majd én húzom. Az őrász! Visszakeszem. Megkeverem. És lesz csodád! Az őrász! Nézzenek oda! Reménytelen. Halló! Dili Hilla? Kérném, tudsz elkezdt úrra? Igen. Te vagy az Kristán? Szervusz, itt Geszti. Na, figyelj, az a lényeg, hogy tegnap este, amikor hazafele jöttem, akkor egy gyereket találtam a kapu előtt. Igen. Nem, szép van. Na, a lényeg, hogyha... Tessék? Nem. A lényeg, hogyha előkerül az anya, akkor szeretném, ha megjelenne az újság, hogy nagyon szívesen magamhoz fogadom őt is, meg a gyereket is, rendben? Még a mai számban? Jaj, hát előre is nagyon szépen köszönöm, Kristán. Szervusz. De meg is volnánk. Hogy itt van? Ha begyüttem, hát itt vagyok, nem? Reménytelen.
Hadságos úr! Mi az, Ferenc? Nagyságos úr, kérem. Itt van a gyerek anyja. Igen? Na és miért? Hasonlít a gyerekre. Olyan szép? Nem olyan szép, annyi esze van. Jó napot kívánok! Kedi csókolom! Na ez, hagyja is, nem mondja nekem azt, hogy kedi csókolom! Igen! Mi az, miért sír? A kicsikén majd meg szakad érte a szívem! De hát tegnap este még kitetszett dobni az utcára, ugye? Igen, kezdi csókolom, mert az úgy volt, hogy tetszik tudni, én nagyon szerencsétlen vagyok. Hát azt látni! Én ma reggel meg akartam halni, a vízbe akartam fúlni, de nem akartam a kicsikémet magammal a halálba vinni. Hát kiraktam az utcára, gondoltam, majd valami rendes ember megtalálja, aztán fölneveli. Ne tudja meg soha szegénykém, hogy milyen szerencsétlen anyja volt. Nos, hát nagyon helyesen tette, hogy nem ugrott a vízbe, hiszen maga még igencsak fiatal, meg hát a gyerek is. A se öreg. Hogy hívják? Kacsi. Kacsi? Talán Kati? Igen, annak becéztek. Ó, aki becézte magát. Milyen Kacsi? Csiba Kacsi. Hány éves? 22. Férje? Volt elhagyom. Hát az körülbelül érthető. Ferenc! Igen, is. És hogy hívják? Csiba Kacsi. Nem magát, hanem a férjét. Pálinkás Berci. Ez a gyerek apjának a neve? Igen, ez a gyerek, mert az én apám egy Csiba Márton. Igen. Most akkor nem értem. De hogy hívják a kicsit? Kacsi. Az is Kacsi? Igen, én csak kicsikémnek hívom, mert tetszik tudni, még nincs megkeresztelve. Nincs megkeresztelve? Nincs. Jó, mikor született? 94. Nem maga, hanem a gyerek. Jaj, a gyerek. Hát az... az most van, akkor az úgy lehet körülbelül 2 hete. Igen? Ferenc, kérem, hozzá csak ide a gyereket. Nagyságos úr, az igen körülményes lenne. Szerintem tanácsosabb lenne, ha mi mennénk hozzá. Nem lenne, az hozzá ide. Igenis, nagyság. Hát itt van a te drága jó szülőanyád! Éppen ezért sír. Jó, Ferenc, így kell bánni a gyerekkel. Ő az anyja, nem én. Na hát, hát a kisvegyi fi. A természeti csoda. Hát olyan, mint a Niagara szuhatag. A kis Kacsi fiú! Hát, hogy Kacsi? Nincs is megkeresztőve. De hiszen maga mondta, hogy Kacsi. Jaj, az én vagyok. Reménytelen. Na jól van. Ferenc maga szedj össze a vendégszobát, Kacsi maga pedig menjen is. Vásároljunk meg mindent, amire a gyereknek szüksége van, rendben? Jaj, hát mégis itt tetszik tartani bennünket. Igen, persze. Ó, az Isten fizesse meg a jóságát. Mondtam, hogy ezt hagyja. Igenis. Jaj, hát ez bőg! Jaj, hát bőg megint! Persze, hogy bőg, hát éhes, etesem! Jó, mivel? Tejjel, hát maga az anya, nem? Jó, igaza van, adjon tejet! Én adjok tejet? Hát, összeadj maga, én nem vagyok itt ismerős! Amen, mivel akarja megetetni? Hát, mint a kanállal! Kanállal? Hát egy ilyen kisgyerek még nem eszik kanállal! Tudlia van? Nincs. Reménytelen. Fogja a szához! Nincs. Halló, tessék! Hogy csinos le? A gyerek? Az anyját nem néztem meg, szervusz! Halló? Igen. Fiú. Nem az anya, a gyerek. Milyen szerelem?
Milyen esküvő? Igen, tessék. Gyorsan szerződtettem. Ferenc! Kérem, engedje be. Nagyságos úr, kérem! Egy hölgy van itt. Mit nélek? Nem tudom, nem járt még nálunk, de nagyon csinos. Ó, hát akkor engedje be. Igenis. Erre tessék fáradni. Mindenki gratulál és gúnyol. Senki nem tudja elhinni végre, hogy valaki valami jót is tett ezen a földön. Milyen komiszak az emberek? Szóval nem a magáért gyerek? Hát persze, hogy nem, legalább maga elveszi, ugye? Egy szerelmes nő sok mindent elveszi. Járja. Ne haragudjék, Péter, de látja, én igazán szeretem magát. Mikor olvastam az újságban, hogy magához vett egy gyereket, mintha valami szívem is. Szeret? Nagyon. Nagyon szeretem. Látni akarom az anyát. Sajnos ezzel most nem szolgálhatok, ugyanis el lehet vásárolni a gyereknek. Igen? Köszönjük szépen. Nem kérem, a nagyságos úr mindenféle felvilágosítást megkapott. De ne tessék ide fáradni, szerkesztő úr, a művész úr interjút sem ad. Hogy mennyi idős a gyerek? Hát azt úgy határozottan nem tudnám megmondani, de abban biztos vagyok, hogy még nem nagykorú, mert nem szobatiszta. Viszont hallásra. Utoljára mondom neked, vagy találsz valami tisztességes munkát, vagy széje hasítom a derekadat. Még ilyet, hogy egy házmester lánya ilyesmit dolgozzon. Ha miért nem veszel példát a Vargatatóról? Az nem csinál ilyesmit, te népcsaló. Amit én csinálok, az nem csalás, nem ámítás, nem szemfényvesztés. Nekem a tulajdon édesapádnak próbálod megmagyarázni, hogy te tudsz gondolatot olvasni. Igenis tudok. Na, akkor mire gondolok most? Arra, hogy a puliszkáék az első emeleten még nem fizették be a szemétpénzt. Eltaláltad. De azért mégiscsak széjjel töröm a derekadat, te! Jó napot, Csiba bácsi! Ja, Katóka! Ne érdekes, hogy öltöztél, te élvezd bár a készülsz! Majdnem! Jaj, tessék, te menj ide felé! Érezed jó magad! Ezek a mai ányok. Na, hogy elmesélj, mi történt? Jaj, remekül megy minden. Nekem köszönheted, én figyelmeztettelek az újságcikkre. Hát angyal vagy te, drága. Aztán meg ne haragudjál. Hát aztán már én haragudnék. Hát meg kölcsön vettem a nevedet, Csiba Kati lettem. Viseld egészséggel. Na, most viszont sietek, mennem kell. Ha hova mész? Veszek egy-két apróságot a gyereknek. Meg édesanyám itt van valahol kint is, nem akarok lemutni. Tartsd a hátad. Nem. Szervusz! Szervusz! Mi van, nem maradsz egy kis túros üteményre se?
Majd legközelebb, Csiba bácsi. Jó van, menjél csak. Viszlát! Jaj, csak kapu ne lenne, csak kapu ne lenne! Akkor kapu pénz se lenne! Nézd meg, ki az a fiam, hogy nem adj végig be! Tessék! Ruha? Nem, a mácsika!
bacsi, zöld a kukorica kacsi. Semmi kohagat a salevele kacsi. Zöld a kukorica kacsi, zöld a kukorica kacsi. Semmi kohagat a salevele kacsi. Ha lélek a csínyes a szemembe kacsi, inkább üljél az ellenbe kacsi. Mondja, mit adik itt maga? Én nem ordítok, én énekelek. Hajnali fényhozkor felrázz az egész házat. Jó, van, én nem tudtam, hogy áthallatszik. Áthallatszik a maga hangja még a szomszéd utcában is. Jó, van, akkor ma csendbe sikálok. Minek kell sikálni ezt, Parker? Hát azért ő, mert csúszik. Nézze! Nem is köszönnek egymásnak?
Béküljenek már szépen, na! Jaj, Bercikém, drágám, csak hogy itt vagy! Hát nem eresztelek el többet sosem. Mennyit fizet? 10-es. 20-as? Jó, 20-as. Gyere, gyere, itt fogunk élni együtt. Jó, nézd meg a gyereket! Gyerek is van, akkor 30. Jó van. Gyere, drágám, itt fogsz lakni, örülsz, ugye? Jó, nézd meg, erre van a dírtaba, nézd meg, jó. Csávos úr, mi ez a ricsaj? Na, Ferenc, elmegy az asszony. A gyerek anyja? Igen, kibékítettem a férjével. Na, azt okosan tetszett csinálni, nagyságos úr. Hát, végre csönd lesz a házán, nem igaz? Így van! Csicsi! Becsi! Ne van! Ne! Mondja maga, ezért az emberért akart meghalni? Igen, ezért. Mert szégyelje magát. Igenis. Persze, tudtam, nincs ebben a házban. Jókor, Ferenc! Nagyságos úr, egy hölgy van itt. Rendben. Pénget. Mária, csókolom a kezedet. Erre jártam, gondoltam, megnézem, hogy van. Tudod-e, milyen nap van ma? Látom, nem szeretsz már, különben tudnád. Miért? Hogy miért? Ma van az aranynapod. Ja, igen. Igen. Pontosan ma, 50. napja, hogy úgy ismerünk egymást. Emlékszel? Bocsáss meg, Mária, hát persze, hogy emlékszem, hát ilyet elfelejteni. Együtt vacsorázni? Nem, sajnos ma nekem nem jó, de majd holnap, jó? Holnap megünnepeljük a napnapot, jó? Rendben, akkor van. Na, Csáros úr, én távoznék, mert itt vagyok is. Menjen csak szem az. A szőlőnek, Csáros úr, a szőlő. Tedj el a gyereknek! Vegyem. Igenis. És várjon csak? Igen. Szeretném, ha küldene egy pár virágot. Rendben? Igen. Itt a cím. Azt szeretném, ha a virágüzletbe menni, és tegyem vagy 50 szár, rendben? 50. Vörös rózsa. Vörös. Okvetlen. Igen. Köszönöm. Igen. Csibokat itt kérem a telefonhoz. Jó, várj. Szervusz! Na, lenne egy kis feladat, jó? Hogy anyám bejelentette a rendőrségre az eltűnésemet? Nem baj, 3 nap is megkerülöm. Na, figyelj! Elmégy egy üzletbe, virágüzletbe. És veszel 50 szár rózsát, rendben? De sárga legyen ez a lényeg, sárga, igen. Igazad van, jó, sok, jó. Legyen 25, de mindenképp sárga, és nem hittem a vásárcsalóba, jó? Jó, rendben. Hagyok le a nevedre a portán egy címet és a pénzt. Este pedig telefonálja a hölgynek, hogy Geszti Péter úr nem ér rá se holnap, se holnap után. Keresztelő lesz, én elintéztem. Na, szervusz!
szegénye, hibát loptak szegénye. Rosszul fogta anyakát, anyakát, sejde anyakát, a rég ágintott a marát. Rosszul fogta anyakát, anyakát, sejde anyakát, a rég miért nem veszik el? Úgy se engem keresnek, mit koptassam a szállat. Igen, tessék. Hogy hol vettem? Vásárcsarnok? Ponya? Sárga? Jaj, drágám, ez biztosan valami szörnyű félreértés lehet. Kérlek, adj még egy esélyt a találkozóra, és meg fogsz őződni róla, hogy... Igen, hogy az egész valami fatális véletlen lehet, rendben? Ma délután? Kezdenek, jó korom. Szervusz, szervusz. Mondja, mit csinált maga? Elkészítem a keresztelőt. A virággal mit csinált? Elküldtem. A vásárcsarnokba vettem. Hát a tolcsó. Ez hol van? Én vöröset mondtam. Csak sárga volt, de igen, igen szép. De hát fonnyak volt. Kicsit a melegtől. Na magát se küldöm többet sehova. Jó. Nincs jó. Jó, mert nincs jó. Mondja, milyen cipőben van maga? Hiszen ez nagyon csámpás. Ja, nem a cipő a csámpás, hanem a járásom. Azért szeretett belém az uram. Atyágos úr! Igen? Indulnunk kellene a keresztelőhöz. Csak tudnám, hogy ki volt az az ötör, aki ide csődített a fényképészeket. Én. Maga. Miért? A Katyi mondta, hogy hát szeretne valami közös emléket a gyerekkel. Meg hát reklámnak se rossz. Szép kis reklám mondhat, az egy ilyen csámpás trampi ölelgetnek. Gusztus dolga. Én nem ölelgetném a biztos. Ferenc. Igen. Nagyságos úr, meg fog lepődni egy kölcsön. Már ilyen csókolom a kezedet, nagyon boldog vagyok, hogy visszajöttél. Parancsolj! Valami italt? Újsággal nem kínálsz? Láttad? Láttam. Nagyon szívélyesen öleled magadhoz a keresztfiad mamáját. Merő véletlen volt. Merő véletlen komédia, szerelmes vagy a nőbe, csak titkolod és ezért öltöztetted cselédnek. Felettél romantikus lenne az így lenne, nem? Miért kellene nekem titkolnom ezt a szerepet? Ezen még nem gondolkoztam. Hát mert nem is érdemes. Tudod, hogy csak téged szeretem. Látni akarom az anyát. Rendben, hát ennek semmi akadálya, mindjárt meg fogsz róla győződni, hogy ez egy csámpás trampi, jó? Ferenc! Igen? Kérem, hívja meg Matyit, rendben? Tudod, hogy nagyon szeretek, igaz? Hihetek neked? Persze, hogy hihetsz, hát ma van az aranynapodon. Tudod, hogy én nem tudnék hozni. Kati, hogy néz ki maga? Péterké. Péter? Kati, menjen innen! De nem csak a súly! Én esőszem, Ányi. Majd a Kati. De drágám, tudod, hogy csak... Engedj! Még 49-en jövök. Kati! Kati! Hol van? Nem szeretnék beszélgetni magával, mert csak a súg. De szeresse! Nem szeretnék! Mi ez a cirkusz, És milyen ruhában van már megint? Hát, ahogy szoktam, nagyságos. Nagyságos? Most miért nem szólít Péterkének, mi?
merném én annak szólítani magát? Hát egyszerű dajkája vagyok a nagyságos úr keresztfiam. És az előbb? Ja, én csak azt akartam mondani, hogy a Péterkémet viszem sétálni. Aztán azért öltöztem vasárnapi ruhába. De úgy rám tetszett kiabálni, hogy be se tudtam fejezni, gyorsan visszavettél ezt is. Szóval a Péterkém nem is nekem szólt, hanem a gyereknek? Hát persze, mivel állam évre keresztül tél. Legalább a fejére is vehet-e valamit. A gyereknek? Nem, magának. Ja, így. És milyen cipőben van már megint? De hiszen ezt lereszelték. Igenis én. Minek? Hát körömreszelőben, mert nagyon igényes volt, azt én csak ilyen sárkócipőben tudok járni. Tessék egyszer kipróbálni, nagyon kényelmes lesz, a jemben nagyságos úr én is. Nem tudom. Tudja mit? Vegyen magának ebből a vasárnapi ruhából még egy párat, jó? És viselkedjék úgy, ahogy egy anyához mindig. Maga már 22 éves, és gyerek is van. Viszlát, Katyi! Ferenc! Ki az az a nő, aki állandóan idejön a nagyságos úrhoz? A nagyságos úr partnernője. Partnernő. Mi az a partnernő? A színházban, olykor az életben is. Hát akkor viszlát. Viszlát. De hova megy amúgy? Temetőbe, szegény öcsémhez. Ja, sajnálom, meghalt. Dehogy halt, a csírás volt. Kezdj csókolom. Hát csókolom a kezedet, Mária, hát visszajöttél. El sem mentem, igen. Hallgatóztam. Hallgatóztál? Tényleg most már, ha féltékeny vagy, akkor valde férfiasan. Hát akkor bevallom, féltékeny vagyok. És látni akarom az anyát újra. Rendben, ennek semmi akadálya, kérlek, mindjárt meg fogsz győződni róla, hogy nekem van igaza. Rendben? Rendben? Rendben. Kaki! Igen. Jöjjön be! Íme, anya és gyermeke. Jó napot. Kezdj csókolom. Az a gyerek? Igen. Nagyon szép. Hogy hívják? Katyi. Nem asszom vagyok. Nem maga a gyerek? Jaj, ez fiú. Igen, és hogy hívják? Akár az apját, Péter. Akár az apját. Mármint a keresztapját, mert ugyanis én vagyok a keresztapja. Köszönöm, Katyi, elmet. Igen. Remélem, most már megnyitottam. Egy percig sem kételkedtem. Fúj, Gyiri, Mária! Mesék! Bocsánat, már teljesen bele vagyok zavarodva ebbe a gyerekbe. De édes te. A gyereket elviszem sétálni, meg tejet is veszek. Vigye is, anya. Igen is. Derék asszony ez a Katyi, csak mindig pont akkor jön, amikor nem jön. Nem, mégse kértek, van elég itt. Vagy tudja mit? Elmegyek, de vigyázzon a gyerekre. Ferenc sincs itthon, gyorsabban visszaérek. Na, szervusz, drágám. Mária, elnéz? Nekem itt már nincs. Ez a te nagy jeleneted, de apa színész. Bugyili, bugyili, Péter! Ki? Nincs kedvem sétálni, meg te is van itthon. Remek. Nagyságos úr, kérem! A nagyságos úr felelős a gyerek nevelésért. Nem lenne jobb valami komolyabb dolgokra oktatni, mint ilyen ugyeli-bugyelira? Tudja, pihenésképpen néha ez is kell, nem? Igen. Az előbb például imént komoly dolgokra oktattam, mint például minden test nyugalomban van, vagy egyenletes pályán egyenletesen halad, mindaddig, amit közvetlen környezete meg nem változtatja mozgásállapot. Holnap pedig a kínai forradalmat vesszük, rendben? Nem.
Menjen és vigye a gyereket. Igen. Na, akkor kezdjünk bele. Mióta megláttalak, egészen megváltoztam. Új értelmet nyert az életem. Soha nem hittem volna, hogy egy nő kiválthatja belőlem ezt az érzést. Mit jelentett nekem eddig a nő? Röpke mámon, de te a szerelmet hoztad nekem. Katikám, te vagy az első hajnal az életemben, jöjj! Simogasd meg rózsás ujjaiddal fáradt arcon. Hozd el a fiatalságodat, az üdességet. Jöjj, Katikám, nem tudok nélküled. Itt vagyok. A maga meg mit keresik? Hát én itt tetszett. Én magam? Igen, azt mondta, hogy jöjj, Katika, és hát... Ja, én nem magát hívtam, hanem szerepet tanultam. Most ki tetszik nevetni, hogy ilyen buta vagyok? Dehogy nevettem. Jaj, de fényes. Mondja, maga még engem nem látod játszani a színházban? Ja nem, mert én csak cirkuszba járok, mert ott kutyát mutogattak, meg lovagat, meg tigrincset, meg tetszik tudni, ott van a busli, meg a ringrisvi. Hát én oda járok minden vasárnap. Kár, pedig megnézhetett volna a bérdet. Igen? Hát azért megnézhetem. Igen? Hát akkor majd adok magának két jegyet, mit szól. Hozzon, akit csak szeret. Ja, a kezit csókolom. Ne mondja ezt, hogy kezit csókolom. Jó, nem tudom. Későre jár? Igen. Igen. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Nem gondolod, hogy ez így beszél, és hogy csak így ide rendelsz? Tessék itt a holmi, amit kértél. Jó. Milyen szép ez a ház. Jó helyre játszod magad. Jó, ne gúnyolódj, így is elég ideges vagyok. Három napig gyötörtem, leépítettem a szerelmét, és most kezdhetem elülről az egészet. Miért? Nem volt még elég a bosszúból? Nem, mert mindig visszajön az a nő. Jaj, de cuki. Na és mondd csak, miért olyan fontos ez a leépítés? Azért, hogy a bosszum teljes legyen. Csak azért? Nem lettél te szerelmes a Gesztibe? Nagyon megvetnél, ha így lenne? Nem. Hát akkor neves meg. Bocsonadom a virágot. Szép gerben rózsa, nagyon olcsó íratom. Vegyenek tőlem szép virágot. Van itt szép gerbere, rózsa, amit akarnak, olcsó éradom, vegyenek tőlem szép virágot. Hát nem akar senki, hát milyen gyönyörű virág. Kedi csókolom, jó napot kívánok! Jó napot! Mennyire vagyok? Ez a szép gerber, ez 80, a rózsa meg 900. Akkor a rózsát szeretném. Ahogy, óhaj. Jaj, hát nincs nálam pénz otthon, nektem. Szólok a portásnak is, majd talán akkor talán ki tudja. Szervusz, Péter! Mária, hát csókolom a kezedet. Nem tudom. Nincs állam pénzé. Ó, hát adok képét. Én veszem neked a virágot, és még te fizeted? A gesztus kedves, majd visszaadod. Tízes elég? Hogy ne volna elég, kisasszony. Parancsolj. Hol ebédelsz meg? Ma kivételesen otthon, de tudod mit? Ebédeljünk együtt. Az attól függ, hogy mi lesz a menü. Meglepetés. Na, mit szólsz? Mehetek. Ja. Akkor találkozunk nem sokára. Köszönöm. Nagyon szívesen dálvajós. Jó napot, maga, mit akarsz? Ezt a szép tyúkot. Tessék már megvenni, olyan szép fehér húsa van. Hagyom kérem, ez nem a vásárosoknak, jó? No, de hát a múltkor is tetszett egyet venni. Igen, de azt az édesom kisütötte. Ha meg kisüti ezt is, vegye már meg, no. Mennyire adja? 11 pengő. De nincs is nálam pénz, hagyjon. No, de vigye már, majd elmegyek itt a lakására.
recept hozni. Üdvözletem, Ferenc. Strucz madarat nem látta? Evédre vendéget várunk. No? Tessék, iratni majd egy kis ütöm. Hagyja csak, inkább mondja meg, hogy Katyi hazaérkezett már? Igen, nagyságos úr. Igen, akkor kérem küldjelek. Rendben van, nagyságos úr. Nagyságos úr, azt tessék már nekem megmondani, hogy mennyire tetszett venni ezt a fiúkat. 10 pengőjét. 10 pengőjét? Hát annyira már sokkal szebb tyúkot lehet kapni. Mert életemben nem adtam még ki 10 pengőt egy tyúkért. Rendben, na, menjen gyümölcsök, rendben, az is kell. Igenis, nagyságos úr. Taki? Igen? Mondja, hogy maga sütik? Igen. Rendben, akkor kérem, süsse meg ezt a tyúkot. Igen. Ebédre vendéget várunk. Igen. Igen. Ó, de is tettem. Ilyen gyorsan? Hát persze, ilyen gyorsan, Katyi módra. És mondja, hogy tetszett az előadás? Hát tetszett, de azért cirkusz mégiscsak jobb. Mert ott nem csak járkálnak, meg mutogatnak, meg énekelnek, hanem madzagon mennek, meg kardot is nyernek. Hát azért az sokkal nehezebb. Hát azért az sem olyan könnyű, amit mi csinálunk. Ami nem is nyerünk kardot, de tudja, az emberábrázolás az az igazi művészet. Jaj, hát amit ott ábrázolnak, azt én is tudom. Olyan nehéz énekelni, hogy ha már a nyár se os csodám. Na, ki neve. És én hogy tetszettem magának? Nagyságos úr, nagyon tetszett, igen. Főleg, amikor ott járkált meg, meg ott énekelt a lányok között. Én azt hiszem, most lepihenek. Hát mindjárt kész a tyúk, de nagyon csúnya volt, hol vetted? A tyúkárostól. Igen? A busnak. Hát ennyi pénzért szép tyúkot is lehet kapni, nem? Akarom mondani, érkezni fog majd egy asszony, rendben? Igen? Igen, és majd adjon neki 10 pengőt, és mondja meg, hogy nem kell többet jönni, rendben? Igen, mondtam én. Ennél már szebb tyúkot is lehet kapni. Igen? Rendben? Igen. Köszönöm. Ferenc, na hál' Istenem. Jó napot. Jó napot. András, nem is tudom valami? Már elmentem. És nem hagyok számomra semmi üzenetet? De 10 pengő. 10 pengő? Miért nem jár? Bejár, és itt hagyta magát. Igen. És azt üzeni, hogy ide nem kell többet jönni. Miért? Hát, mert drága. Drága? Igen. Azt üzeni, ennyi pénzért már szebb tyúkot is vett. Egész éves lakbér, 555 pengő. 5 pengő. Nemet, Kati! 555! Tessék bejönni, kérem. Jó napot kíván. Jó napot kíván. Kisasszonyka, kérem, telefonon keresik, már átkapcsoltam, tessék fölvenni. Köszönöm. Viszontlátás. Viszontlátás. Ki keres téged? Mit tudom én? Ha megtudom, hogy valami mocskos Berna Heider, akkor letöröm a derekadat! Biztos, hogy nem az! Haló? Na, szervusz! Csak azért hívtam, mert szeretnék átadni egy olyan üzenetet. El kell menned, és... Jaj, szervusz! Csak azért hívtam, akkor gyere vissza hozzám! Nem tudok nélküled élni! Kivel beszél? Az urammal. Nem tudsz nélkülem élni? Kivel beszélsz? Hát, egy barátnőmmel. Egy barátnőddel? Nem akar visszagyönni, meg válni se akar. Adjon, de majd én beszélek. Jó, ja, ne! Halló! Halló! Visszatér, hogy el van! Kit ő válik?
kell! A Katiko! A Katiko? A Katiko! Most azonnal eldönti, hogy melyiket választja. Kikérem magamnak ezt a hangnemet! Most azonnal végig hagy a gyerekemnek, vagy letöröm az ő derekát is, meg a magáét is! Micsoda! Hagyjak békét a gyerekének, maga hálátlan csürke fogomát! Rég éhen halkol ez a szegény gyerek, aki nem gondoskodom. Maga gondoskodik róla! Ő gondoskodik rólad? Kicsoda? A barátnő! Igenis, a barátnő! De ez neked nő? Az urának olyan fura János hangja van! Kezd magának, János! Na, ez nő is, ez gondoskodik rólad. Az! Na, tessék el meg, más innen! Megmondtál, ha ilyeneket csinálsz, akkor letörném a derekadat, Kati! Na majd, adok én! Kati! Igen? Mondja, mit csinál maga? Én semmit! Semmi? Itt adtam üdítőt, ez magának semmi! Jaj, összekevertem a pofával! Beszélni fogok a férjével! Jaj, ne tessék beszélni! De beszélek vele! A Pálinkás Bercivel? Persze! Hát az nem is az ura! Azért mondta azt, hogy ez, mert pénzt adtam neki. Mit adott neki? Az én uram börtönbe ül, a szégyeltem bevallani. Na jó van, most lett vége a türelmemnek. Nem elég, hogy felforgatja az egész házat, össze-vissza hazudozik, meg mindenkit kidobál. Még ezt hallgassa, nem érdekel! Elmegy innen. Ki tetszik tenni az utcára? Nem, dehogy nem. Van egy rokonom Balatonalmádiban. Elküldöm magát oda, meg a gyereket is, rendben? Ez lesz a legjobb megoldás. Aztán, ha a gyerek iskolaköteles lesz, akkor majd ő visszajön, aztán pedig tovább folytatom a neveltetést. Eltetszik, mert így öröm a gyereket, tehát mi marad nekem? Maga szép asszony, nem igaz? Csinos, szép kis szeme van, majd talál meg valakit. Most pedig szedj össze a holmiát. Irány az alomásra. De nincs pénzen jegyre! Parancsoljon. A többit a Ferenctől. Csipa Katit kérem a telefonhoz. Mi az, hogy nem lehet? Aj, a Márton bácsi biztos. Na mindegy, adjon át egy üzenetet. Azt üzenem, hogy Katyi nem megy Almádiba. Aztán este telefonáljon a rendőrségnek, hogy eltűnt. Rendben? Maga ne kérdezősködjön! Fizetek magának holnap reggel, ha rajta kívül senki nem tudja meg, rendben? Viszont hallásra! Akkor is megtartja, ha csendőr vagy rendőr kérdezi. Igenis!
Ha kijelentését megváltoztatja, maga nem úriasszony. Ja kérdem, én még lány vagyok. Pláne. Hát a kisasszony a cuclé. Magának adom. Nagyságos úr? Hát ez érthetetlen. Micsoda a nagyságos úr, micsoda? Most kaptam a táridatot. Katyi nem érkezett meg Almádiba. Mi történhetett ezzel a asszonnyal? Nagyságos úr, kérem, én nagyon félek. Mitől? Hát ez a Katyi valami bolondságot csinál. Csak nem gondolja. De gondolom, nagyságos úr, gondolom, hát amúgy is a víznek akart már menni egyszer. Ne rémizgesse maga a gyászmadár, biztos visszaszokik Budapestre, aztán majd minden rendben lesz. Nagyságos úr, nem kellett volna elűzni ezt a szegény asszonyt a házból. Főleg olyan nagy víz mellé. Tudom is már, hogy hol találom. Hol, nagyságos úr? A Bursliban. Hol? A Bursliban. A Bursliban, igen. Ja, nagyságos úr. Minden vasárnap. Nagyságos igen. Ha nem tetszik találni, akkor okvetlenül menjen el a csodapókhoz. Csodapókhoz minek? Mert az mindent tud bizony. Nékem is megjósolta 20 esztendővel ezelőtt, hogy hát megházasodok, meg boldogtalan leszek. De Ferenc maga nőtlen maradt. Persze! A pont a jóslás miatt! Hát de nem vagyok boldogtalan se! Kérem, azért jöttem, mert... Mert keres valakit. Igen. Mi? Akit maga keres, nem fogja viszont látni többé, talán soha. Ezt honnan tetszik tudni? Én mindent tudok, mindent látok, mindent hallok. Előttem nincs titok, nincs rejtély. Akkor gondolom azt is tetszik tudni, hogy hol van az, akit keresik, igaz? Jöjjön közelebb. Üljön le! Megkérdezem a kristálygolyótól. Egy vonatot látok, a vonat robog, mintha gyereksírást is hallan. Micsodát mondott? Gyereksírás? A vonat megáll egy kis állomáson, az asszony leszárulna, karján egy gyermekkel. Igen? Mintha egy vizet is látnék csillámlani. De hát az a Balaton. Azt nem tudom. Miért nem? Ne zavarjon, kérem, kiesem a bűvkörömből. Bocsánat. Asszony megy. Belenéz a vízbe. Igen. Egy lépés lesz. Igen. Sajnálom, többet nem látok. Azt az asszonyt valaki elüldözte, tönkretette, pedig az az asszony nagyon szerette azt a valakit. Konyakot!
Konyakot még egyet! Nézed folyton azt az alkot? A Gesztit gondolod? Ki ez a Geszti? A színész. Honnan tudod, hogy ő az? Hát láttam már párszor színházba játszani. Az nem akarod, szemezgessél be! Itt a Lajos, hadd ne ezt az örökös tanúsítatást! Úgy látszik, hogy egy kicsit becsípett. Jaj, csak egy kis szalonspicce van. Szalonspic? Ez? Én még ilyen szalon nem láttam. Kacsi! Kacsi, hol vagy, Kacsi? Nézzük oda! Hát merj felemelni a porrát! Lajos! Uram! Egy szóra! Távozzék a bűvkörömből! Nem távozom! Ön megsértett egy hölgyet? Igen? Igen. Márpedig én ezt nem hagyhatom! Fixírozza! Én? Ugyan miért? Igen, ön! A hölgy az én társaságomban van! Annyi baj legyen! Másodszor a feleségem? Másodszor? Ó, kérem, hát akkor ez érdekes, hát parancsolj a mesét. Kikérem magamnak. Megértem, hogy kétszer vette el. Nagyon csinos. Tessék, itt a névjegyem. Parancsoljon itt meg az én névjegyem. Várom a segédeit! Segédeim? Nekem nincsenek segédeim, nem vagyok én fűszeres. Azt ne meséld nekem, hogy te nem ismered ezt a férfit. Nem ismerem. Akkor hogy mehet a felénk emelni a korlát? Elegem volt a gyanúsítatásokból! Tönkretezted az életemet! El fogunk válni! Igen, el fogunk válni! Már van, nem is akarom oda haza! Aludj, ahol akarsz! Jó éjszakát! Jó éjszakát! Sapszot ide! Gyere, gyere! Ne menjél sehova! Tizet kérek! Na majd meglátod. Gyere, gyere! Taxit! Taxit! Itt! Taxit tetszik parancsolni? Távozz a gőzkörömből! Mi az, hát nem is nekem taxit, mit tántoraksz, mit tántoraksz? Hova mit, hova lesz? Tessék itt a név. Sóti Lajos, Dózsa György Juki. Hát ha ide lesz, akkor ide lesz. Tessék jönni. Egy kortyot, de kiskor vagy. Na. Hát maga meg mit keres itt?
Hát, én is ezt szeretném kérdezni. Ó, atyaik. Hát ezért nem hallottál te semmi? Hát te hoztad az ezt az alakot? Na most, leszámolunk! Úgy merészel maga engem megütni? Na, akkor majd én magának megadom, jöjjön csak. Na, jöjjön! Lajos! Lajos! Hagyjál meg abba, rendben hívok! Te! Ismert ember olyat, hogy egy nőt rejteget a lakásán. De ki lehet az a nő, aki névtelenül telefonál? Majd megtudjuk azt is. Tanácsos úr, tisztelettel jelentem, hogy Geszti urat nem találták otthon, nem töltötte az éjszakát a lakásán. Ez nekem egy kicsit gyanús, bizonyára megszökött ezzel a leányjal. Csak tegyenek meg mindent az ügy érdekében, azt a Gesztit meg a föld alól is kerítsék elő. Azért olyan messzire nem kellett mennünk, reggel behozta az egyik kollega. Geszti Péter művész úr! Tanácsos úr, alázatosan jelentem, hogy Geszti Péter urat előállítottam. Van szerencsém, tanácsos úr? Foglaljon helyet, művész úr! Köszönöm. Parancsoljon! Mi történt önnel? Kérem, nézeteltérés. Ő nagyságával? Nem, a férjével. Kérem, hiszen még lány. Lány. Igen, az a hölgy, aki az ön vendége, és aki egy feljelentés szerint az ön lakásán rejteget. De hisz ez a Katyi? Ezek szerint beismeri? Uram, nekem kérem nincs, hogy beismernem, ez a Katyi. De hiszen ő csak annak a gyereknek az anyja, akit én befogadtam. Nincs, hogy megmagyarázom. Értem. És most hol találhatjuk meg őt? Nem tudom, kérem. Tudni, hogy eltűnt? Igen, elküldtem Balaton Almádiba. A gyerekkel együtt. Jó. Zavaros história, de majd kihallgatjuk a tanúkat. Hívja be Vargánét. Vargáné? Maga Vargáné, a Kató édesanyja. Igen, igen, az vagyok, az vagyok. De az lehetetlen. Ha mi volna lehetetlen, de én vagyok az anyja, csak tudom. Felismeri ezt a lányt? Ja, ez a lányom, a Kató. Mármint, hogy nevez lánya. Neveletlen. Hogy tehette ezt velem? Úgy értem, hogy örökbe fogadta, igaz? Hiszen nevez lánya. Említettek nekem korábban egy Csibát. Ki az a Csiba? Csiba. Ha, az van ugyan. Ott van Kimban, ott van elkísért, Kimban. Jó van. Hívassa be Csiba házfelügyelőt. Van lánya? Igen, de eltűnt. Nem magának, Csibának. Ja, annak is van lánya. Van. De az nem tűnt el. Jó napot kívánok! Magát Csibának hívják? Igen, Csiba Márko. Felismeri ezt a lányt? Hát ez a Katóka. Magának is van lánya? Igen, van a Kati. Jó barátnők a Katókával. Jó barátnők. Na most már azt hiszem kezdem érteni. Ki fogom hallgatni Csiba Katit? A gyermek Varga Katóé szégyenében szökött meg hazúról. Én ezt nem értem. Gyereke van! Gyereke van! Férje is van! Férje is van!
Börtönben ül. Nyilván elájult. Vizet, vizet! Ágyutan is beszél? Ezt kéne, ez még hóta után is. Kérem, Csiba úr, hol találjuk a lányát? Az is eljött velünk. Elkísért. Ivassa be. Majd én. Kati! Jön. Kérem, ez egész csak egy nagy félreértés. A Kató nem a gyerek anyja, meg nem az, akinek kiadja magát, mert az én vagyok. Vagyis az ő neve az én nevem. Tetszik érteni. De esküszöm, hogy mi semmi rosszat nem tettünk. Én már csak azt nem értem, hogy miért csinálta a maga barátnője, kérem, ezt az egész hercegurcát. Hosszúból kérem, mert a Geszti úr nem vette fel a színiskolába. Kit akart így? Igen. Azt mondta, hogy tehetségtelen, és hogy sohasem lesz belőle színésznő. Pedig hogy tudta az egész sas fiókot, kérem? Ja, hát az a Kati. Úgy látszik az életben jó színésznő. De mondja kérem, véletlenül nem maga az a titokzatos telefonáló, aki bejelentette, hogy a művész úr egy nőt rejteget a lakásán? De igen, én mondtam! És miért tette ezt? Mert a Kató megkért rá, mielőtt elutazott. De azóta ismét eltűnt. Nem tudja hova? Ne féljenek, visszajön, én ismerem. Ezek után én is. Én már az első percben tudtam, hogy ki ül. Én mondom, az én szemem nem csal. Nem, azért dobta ki a színiskolából. You never know how much I love. So take my sunshine away. Nagyságos úr! Igen? Ő volt a gyerek igazi anyja? Ő volt. És itt fog lakni nálunk? Itt. Mint házvezetőnő? Igen. Mi? Ferenc maga hallgatózott? Persze. Úgy
Mondja, Ferenc, maga szerint nem hiányzik innen valami ebből a lakásból? Ha, nagyságos úr, most, hogy így mondja, egy-két kép azért elférne itt, meg egy papagáj, karitkában, vagy... Ferenc, valami más hiányzik. Gyerek! A gyerek. Azok a szemek is. Az a száj, hogyha ha ránézek, akkor elképzelem, hogy megcsókolom, és olyan, mintha... ha egy cseresznyébe maradt. A gyereknek? Nem. A kacsinak. Jó, persze. És azok a dundi lábok, meg azok a kis kutya szemek. A kacsinak? Nem, a gyereknek. Jó, persze. Mondja, Ferenc, maga szerint Kacsi visszatér? Nem tudom, nagyságos úr. Az a baj, hogy csámpás szegény. Ha jön is, akkor nagyon lassan. De nem is biztos, hogy ide jön vissza. Hát, ha vissza is jön, akkor szerintem az anyukájához fogunk menni. Jó, tényleg nem az a gyerek. Igen, nagyságos úr. Hát, ha majd visszajön, akkor alaposan meg lesz készítve. Nagyon helyes, nagyságos úr. Nagyon megtetszik, valószínűleg majd őt nem lesz készítve, ugye van. Visszagyüttem. Kacsi, mondja. Leszálltam előtte egyel Balaton-Almádi előtt. Reménytelen. Én arra gondoltam, hogy ebben a házban még csak el vagyok, de egy idegen házban. Hát úgy üli, bugi. Nem keresnek a rendőrségtől? Miért keresték volna? Nem tudom, csak úgy kérdeztem. Hát én nagyon örülök, hogy visszajött Kacsi. Igen? Igen, és most már gondolom nyíltan beszélhetünk, igaz? Igen. Tetszel nekem? Igen. A barátnő leszel, mit szólsz? Mi? Én barátnő? A barátnő. Nekem uram van. Nem, majd elválik tőle. Nem, én szeretem az uramat. Nem szeretni. Az egy átkozott bűnöző. Érti? Én most elmegyek, maga elkészül, és mire visszaérök, akkor... Egy pillanat! Nyomorult. A Kati, a Kati! Nem, a Geszti! Játszok velem meg,
átvert. Ne sírj, anyukám, ne kérlek, ne! Nem sírok, te se sírok! Én nem sírok! Kató! Már úgy aggódtuk! Ne haragudj! Nem haragszom! Ne sírjon! Mit elkapott vettek volna? Meg hozzá! Meg mindjárt megnézem! Azt mondta, hogy kitűnő színésznő vagy, és hogy az ő szeme nem csal. Áh, mindegy. Ennek úgy is vége, úgy sem jön el. Hagyjuk. Alaposan beleszerettél. Én? De. Nagyon. Nagyságos úr. Szólítson csak nyugodtan Péternek. Jaj, nekünk találunk a csalódik, hogy gyerek otkám! Jöjjön maga és találok valami munkát! Lászani kell, hogy ugye nem haragszik? Ugyan miért? Azért, mert becsaptam, meg játszottam. Dehogy csapott be, csak mulatkatott, nem igaz? Én már az első percben tudtam, hogy maga kicsoda. Én is egyből észrevettem, hogy ön észrevette, hogy én nem az vagyok, aki vagyok. Hogy tud maga hazudni? Hát maga is. De tudja mit? Maga nagyon tehetséges színészni. Igen. De nem lesz magával az. Nem. Nem. Feleség lesz, és itt fog nálam lakni. Mit szól? Péter. Tudja, valamit még nem mondtam el. Na. Nekem gyerekem van. Nekem is. Mit csinálnak? Mit csinálnak? Villanyosra várnak, kérem. Villanyosra! Remény.